Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Budakalász Ma című hírmagazinunkat látják. Elsőként lássuk mai adásunk tartalmát röviden. SMS szerelem. Lezárult a Szentendrei Médiaközpont Valentin napi nyereményjátéka. Farsang. Táncházzal űzték el a telet a Nyitnikék óvoda Pomázi úti óvisai. Box. Ökölvívó gálát rendeznek a budakalászi sportcsarnokban. Jövő héten hétfőtől péntekig, azaz február 19-től 23-áig dr. Németh Márta gyermekorvos szabadságon lesz, írja Budakalász hivatalos közösségi oldala. A szabadság ideje alatt dr. Tordas Dániel helyettesíti a doktornőt saját rendelési idejében. Budakalász egészségüggyel kapcsolatos aktualitásait a város honlapján, a budakalász.hu oldalon nyomon követhetik az intézmények menüpont egészségház alpontjára kattintva. Lezárult a Szentendrei Médiaközpont Valentin nap alkalmából hirdetett nyereményjátéka. A szerencséseket tegnap reggel a Rádió Szentendre Vekker című reggeli műsorában értesítettük. Szívalakú tortáért, vacsora és wellness utalványért, de ékszerért és borválogatásért is lehetett játszani a Szentendrei Médiaközpont SMS szerelem játékában. Habár a Valentin nap az angol száz kultúrából származik, hazánkban is sokan tartják meg a szerelmesek ünnepét. Számos néző és hallgató szállt versenybe a térségből, hogy kedvesét és saját magát is megörvendeztesse a felajánlott nyeremények valamelyikével. Nagyon-nagyon örültünk, mert nagyon-nagyon sok SMS és Viber üzenet is érkezett. Meglepődtünk, mert egy picit aggódtunk, hogy jaj, lehet, hogy mivel ugye nem olyan ünnep, amit Magyarországon nagyon sokan szeretnek, hanem ugye van egy pici előítélet vele kapcsolatban, hogy nem fognak játszani, de megnyugodtunk, mert nagyon sokan játszottak. Mindenki meglepődött, és mindenki nagyon örült. Valahogy nem tudom, már nincsenek ilyen játékok, én azt gondolom, hogy inkább ez is nagyon gyorsan mindenki le tudja, de hogy telefonon nem kell beszélgetni, és mindenki annyira boldog volt, hogy ő most egy ilyen. Ebben a hóesésben az egyik hallgatónk azt mondta, hogy ez egy nagyon nagyszerű hír volt, hogy a hóesésben ő közben még nyert is valamit. Van olyan utalványunk, amelyiknek van egy lejárati dátuma, természetesen nem holnap fog lejárni, de hát ugye azért ezt Valentin napra szerveztük, szerintünk érdemes Valentin napra átvenni és kihasználni. Akár a vacsora utalványt, akár a bolválogatást átvenni és iszogatni belőle, vagy pedig hát ugye a szívalakú tortáról ne is beszéljünk. A wellness utalványt, az pedig ugye bármikor fel lehet használni, amikor éppen ráérnek, illetve az ékszerszettet pedig szerintem egy nő minél hamarabb szeretné megkapni. A legtöbb nyertest meglepetésként érte a reggeli telefonhívás, de minden szerencsés nagy örömmel fogadta a hírt. Szép jó reggelt kívánok, én Kéfer Nagy Nati vagyok a Rádió Szentendrétől. Kivel beszélek? Jó reggelt! Jó reggelt! Tóth Veroni vagyok, Tóth Veroni. Jó napot, Veroni, de gyönyörű neve van. Nos, hát én azzal kapcsolatban... A Verona névnek a becsézett változata, a Verona. Ó, csodálatos. Igen. Igen. Nos, hát azzal kapcsolatban keresem, hogy ugye ön játszott a Valentin napi nyereményjátékunkon, és hát van egy örömhírem, ugyanis ön nyerte meg a páros wellness belépőjegyet. Ó, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, és egyébként egy olyan kérdésem volna még, hogy ön a Valentin napot, azt szokta ünnepelni? Igen, természetesen. És mit nagyon szokott? Szeretek táncolni, és általában táncolni szoktunk elmenni a párommal, vagy hogy valamire legyen kilátása, vagy a szabadsághegyre fölmegyünk, és akkor valamire van kilátása. Igen. Most wellnessezni fognak tudni elmenni. Nagyon szépen köszönöm. Tessék, Serényi vagyok. Jó napot kívánok, én pedig Kéfer Nagy Nati vagyok a Rádió Szentendrétől. Jókor hívom? Igen, igen, nagyon jókor. Még egyszer a kedves nevét árulja el, legyen kedves. Serényi László. Serényi László. Jó napot, igen. Hát azzal kapcsolatban keresem, hogy ön játszott a Valentin napi nyereményjátékunkkal, és hát örömmel értesítem, hogy nyert is még hozzá egy szívalakú tortát. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, és egyébként még azért egy olyan kérdésem lenne, hogy ön mivel szokta ünnepelni a Valentin napot? Szokta egyáltalán? Szoktuk ünnepelni, mert mi a feleségemmel 19 éve pont Valentin nappal ismerkedtünk meg, és minden évben megünnepeljük a Valentin napot. A nyertes hallgatók meséltek saját Valentin napi hagyományaikról is. Igen, halló? Szép jó reggelt, én Kéfer Nagy Nati vagyok a Rádió Szentendrétől.
Szia, úristen! Szia! Úgy tudom, hogy játszottál a Valentin napi nyereményjátékunkon. Küldtél igen, nekünk üzenetet. Igen, nos, küldtem. Tényleg. Hát ennek meg lett az eredménye, ugyanis te vagy az egyik szerencsés, akit kisorsoltunk, és aki megnyerte a vacsorát, a két személyes vacsorát. Tényleg, úristen, köszönöm. Nagyon szív, egy nevet mondasz nekünk, hogy hívnak? Ja, igen, bocsi, Kovács Ágnes. Kovács Ágnes, hát Ágnes, nagyon gratulálok neked, és az lenne a kérdésem egyébként, hogy te hogyan szoktad ünnepelni, ti hogyan szoktátok ünnepelni ezt a jeles napot? Szoktátok-e egyáltalán? Nagyon, nagyon örülök. Igen, egyébként szoktuk a párommal ünnepelni. Általában én szoktam főzni itthon neki valamit, vacsorát, a kedvencét általában. Uh-huh. De most arra gondoltam, hogy jó lenne meglepni, mert 7 hónapos terhes vagyok, és úgy néz ki, jaj, hogy egy pár évig, köszönöm, hogy egy pár évig most valószínűleg nem lesz alkalmunk arra, hogy kettesben töltsünk egy ilyen estét. Hát akkor ezt a jó Isten is így akartam. Nagyon gratulálok neked. Nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Habár a Valentin napi nyereményjáték véget ért, hamarosan újra próbára teheti szerencséjét bármely néző és hallgató. Nőnap érkezik, nem sokára március 8-án, és arra gondoltunk, hogy januárban mindenki megfogadta, fogyókúrázik, megszépül, odafigyel magára, kicsit sminkeli magát, szebben felöltözik, hogy egy picikét jobb kedve legyen, meg jobban érezze magát a bőrében. És arra gondoltunk, hogy szeretnénk megtámogatni ezt az újévi fogadalmat, ha valaki tett ilyet, illetve nőnapra talán szerintem az a legjobb ajándék, ha valaki mondjuk elmegy és kitakarít, de mi nem ezt választottuk, hanem azt, hogy segítünk átalakulni a hölgyeknek. Több hölgyet fogunk kiválasztani, akik jelentkeznek, és kapnak új hajat, sminket, ruhát, új körmöt, vagy hát egy picit megszépülnek és színesebbek lesznek, hogy szívesen nézzenek bele a tükörbe, és elhiggyék, hogy szépek és értékesek. Érdemes nyomon követni a TV Budakalász, a Rádió Szentendre és a TV Szentendre online felületeit, hiszen hamarosan a hölgyeknek kedveskedünk a nőnapi nyereményjátékkal. Kalózbulit tartottak a Kalás suliban. Február 6-án kedden rendezték meg az iskolában az idei iskolába hívogató foglalkozások első óvisoknak szóló programját. A gyerekek játékos formában kalózkodva ismerkedhettek meg az iskolai élettel. Megtanulták a híres kalózdalt, félelmetes versükkel pedig megfélemlítették a közelben tartózkodó ellenséget. Lovagoltak makrancos csikókon, megmásztak zordhegyeket, átkeltek veszélyes mocsáron, de félelmetes alagutakba is bekúsztak a bátor óvodások. A sok akadályt legyőzve megszerezték megérdemelt kincset, a Kalás suli tallért, és ezzel a kalózhajó legénységévé váltak. A Kalás suliban legközelebb március 6-án kedden tartanak hasonló nyílt napot a jövőre iskolába lépő gyerekeknek. Ekkor kézműves foglalkozással várják majd őket 17 órától. Farsangi táncház várta a gyerekeket múlt héten a Nyitnikék óvoda Pomázi úti tagintézményében. Az élő zenéről és a jó hangulatról ezúttal a pilisvörösvári Zenemalom zenekar gondoskodott, akik megzenésített versekkel készültek a gyerekeknek. Farsang jegyében telt az elmúlt hét a Nyitnikék óviban. A kézműves foglalkozásokon maszkokat és jelmezeket készítettek a gyerekek, amit aztán a mulatságon magukra is ölthettek később. A hangulat a tetőfokát február 8-án csütörtökön érte el, amikor egész délelőtt táncházzal ünnepelhettek a gyerekek. A kolléganőnk Gerej Balázsné Katus néni áll velük kapcsolatba, neki sikerült a meghívás foganatosítani, és ez az első alkalom, hogy ezt a programot itt most megvalósítjuk a Farsang hetén. Szinte minden rendezvényünkön van valamilyen zenei műsor is. Nagyon szeretik, az élőzenének azért megvan a varázsa, pláne, hogyha népzenéről van szó.
ezt utána hetekig emlegetik a gyerekek, és nagyon jól megalapozza a mi énekzenei nevelésünket. Most azért a téli időszakban elég zsúfolt volt a programajánlatunk. Legközelebb, hát ami ilyen nagyobb rendezvény, intézményi szintű, az a tavasszal rendezendő Nyitnikék napunk lesz. Ott is biztos, hogy lesz valami, ami a zenével kapcsolatos. Az intézményben kiemelt szerepet szánnak az énekzenei nevelésnek. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek már korán megtapasztalhassák a hangszerek sokféleségét és megszólaltatásuk különbözőségét. A Zenemalom együttes főleg country stílusban adja elő megzenésített verseit, ők is többféle zajcsinálóval ismertették meg az óvodásokat. A Zenemalom együttesről azt lehet tudni, hogy nem régen alakultunk, azt hiszem 3/4 éve körülbelül, igaz gyerekek, és megzenésített verseket játszunk a gyerekeknek, és a műsorunk kreativitásra és játékra neveli a gyerekeket, olyan játékra, amivel igazán kifejezhetik a gondolataikat, a gondolatvilágukat is színesen tudják megfogalmazni és megélni játékokban. Megzenésített versek közül a Vörös Sándort nevezhetném, vagy Donászi Magdát, ismert klasszikus költőink gyönyörű műremekeit használjuk fel a gyerekek szórakoztatására és nevelésére. A hangszereink a bőgő, az egyik legfontosabb alaphangszerünk, a másik legfontosabb hangszer a hegedű, persze nem értékrendi sorrendben mondom, hanem csak így jut most sorrend szerint eszembe, de van gitár, szájharmonika és mandolin, ezek az alaphangszerek, amiket használunk country muzsikában, de egyébként nem csak country muzsikát, hiszen nem csak country stílust használunk a vers megzenésítésekben, hanem klasszikus formátumban zenésítünk, használunk harmóniákat, és alkotjuk meg az általunk elképzelt, a vers hangulatának megfelelő zenei motivumokat használunk föl. Itt a Nyitnikék óvodában teljesen újak vagyunk, úgyhogy egy kicsit most szokjuk a helyzetet, de máshol más alkalommal már voltunk. Például tavaly nyáron a budakalászi zeneiskolában, ahol András barátom tanít, ott volt egy fellépésünk, és szintén egy ilyen gyerekműsort adtunk elő, aminek ugyanaz volt a címe, mint a mai műsorunknak, Mesélő évszakok a címe. Olyan verseket válogattunk, amelynek segítségével tavasztól egészen a télig mind a négy évszakot megjelenítjük, és varázslatos, szebbnél szebb verseket szólaltatunk, megismertetünk meg a gyerekekkel. A téltemető farsangolás után a gyerekek hamarosan az óvodai Nyitnikék napra és a húsvétra is készülhetnek. A budakalászi sportcsarnokban rendezik az év első profi ökölvívó gáláját február 16-án. A Szellő Imre és Denis Gracev közötti főmérkőzés mellett több remek meccs is lesz az este folyamán, így kesztyűt húz Bacskai Balázs, Egedi Renátó és ifjabb Berki Ferenc is. Az Erdei Zsoltot profi karrierje során egyedüliként legyőző Denis Gracev tesz látogatást a budakalászi sportcsarnokban, ahol Szellő Imre lesz az ellenfele. Szorítóba lép a volt amatőr Európa-bajnok korosztályos VB bronzérmes, a profik között veretlen középsúlyú magyar bajnok Bacskai Balázs is, aki ezúttal afrikai ellenféllel küzd majd meg. Ezen kívül kötelek közé lép a szerbiai születésű német Sefát Isufi és a török Ünszál Arik is. Végül nézzük, hogy milyen időjárás lesz holnap. Csütörtökre megszűnik a csapadékos időjárás, az ország javarésze felett felszakadozik a felhőzet. Éjszaka továbbra is 0 és mínusz 4 fok közötti átlaghőmérsékletre lehet számítani, nappal 1 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk. Híradónk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Szívalakú tortáért, vacsora és wellness utalványért, de ékszerért és borválogatásért is lehetett játszani a Szentendrei Média Központ SMS szerelem játékában. A nyerteseket tegnap reggel a Rádió Szentendre Vekker című műsorában hirdettük ki. Érdemes továbbra is nyomon követni a TV Budakalász, a Rádió Szentendre és a TV Szentendre online felületeit, hiszen hamarosan a hölgyeknek kedveskedünk a nőnapi nyereményjátékunkkal.
A Farsang jegyében telt az elmúlt hét a Nyitni Kék Oviban. A kézműves foglalkozásokon maszkokat és jelmezeket készítettek a gyerekek, amit aztán a mulatságon magukra is ölthettek később. A hangulat a tetőfokát február 8-án csütörtökön érte el, amikor egész délelőtt táncházzal ünnepelhettek a gyerekek. A budakalászi sportcsarnokban rendezik az év első profi ökölvívó gáláját február 16-án. A Szellő Imre és Denis Gracev közötti főmérkőzés mellett több meccs is lesz az est folyamán, így kesztyűt húz Bacskai Balázs, Egedi Renátó és ifjabb Berki Ferenc is. Ennyi fért mai híradónkba. Maradjanak velünk ezután is, mert rövidesen megtekinthetik Köztér című magazinműsorunk legújabb részét. Friss híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Kövessék nyomon addig is online híreinket és élőadásainkat a szentendre.media.hu/tvbudakalász oldalon. De ahogy tudják, csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!